A Mindszenty Alapítvány felhívására a kerekévforduló kapcsán nyakunkba vettük a várost, hogy felkeressük Mindszenty bíboros úr legfontosabb emlékhelyeit. Balázs szabad idejében karatézik. Ezt a sportot 4 éve űzi. Idén nyáron szerezte meg a zöld övet. Levi 7 éve jégkorongozik a kanadai magyar hoki klub csapatában. 3 éve tagja a magyar korosztályos válogatottnak. Előtt 3 éves kora óta néptáncol. A foci mellett ez a kedvenc elfoglaltsága. 2 országos szólótánc versenyt is megnyert. Simon kisgyerek kora óta vitorlázik, és 5 éve tanul zongorázni. Az iskolában többször hallhattuk már játékát. Tudtam jól, hogy nem mehetek, nem vagyok hős. Rendszeresen ministrálunk egyházközségeinkben és az iskolamiséken is. Mindannyian a Don Bosco Katolikus Általános Iskola 8. A osztályába járunk. Zita néni a történelem tanárunk. Egy októberi délután elindultunk, hogy leroljuk tiszteletünket Mindszenty bíboros szobra előtt. Nagy örömünkre több olyan plakáttal is találkoztunk a villamoson, amelyen a bíboros úr található. Az altemplomban megtaláltuk a bíboros úr ülő bronz szobrát, ahová elhelyeztük virágainkat tiszteletünk jeléül. Mindszenty azt mondta, ha van 1 millió imádkozó Magyarországon, nem félek a holnaptól. ...1956-ban, amikor Mindszentyt kiszabadították a felsőpetényi házi őrizetéből, a budavári prímási palotába vitte őt Palavicsinyi Antal őrnagy. Itt mondta el november 1-én híres beszédét. ...1956. november 3-án a Szabad-Kossuth Rádió közvetítette a Magyar Néphez Intézet szózatát, amelyben fölmentette hivatalukból a kommunistákkal együttműködő papokat, és szabadságharcnak nevezte a budapesti eseményeket. Csodálatra méltó hősiesség szabadítja meg most a hazát. A világ történelemben páratlan ez a szabadságharc. Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink. Hála és imádság az áldozatokért. A Szabad-Kossuth Rádió a forradalom napjaiban a parlamentből sugározta adását. 1956. november 4-én Mindszenty a parlamentben találkozott Tildy Zoltánnal és Bibó Istvánnal, majd elindult volna haza a prímási palotába, csak hogy a szovjetek addigra az odavezető hídakat lezárták.
így a bíboros úr arra kényszerülti, hogy az amerikai nagykövetségen kérjen menedéket. Az akkori szokásokhoz képest Mincenti nagyon gyorsan megkapta a menedékjogot az amerikaiaktól. A követség épülete egyszerre jelentett számára védelmet és bezártságot, hiszen folyamatos ellenőrzés alatt állt. Levelezését csak a követségen keresztül intézhette. Az amerikai nagykövetségen tett látogatás során egy olyan fényképet kaptunk, amely eddig még sosem volt publikálva. A fényképet az 50-es években a követségen dolgozó egyik hölgy készítette. A képen az látható, amint a bíboros úr szentmise után éppen a palliumot veszi le magáról. A mincenti emlékhelyek felkeresésével elmélyült bennünk a bíboros úr életének és munkásságának legfontosabb üzenete, hitünk mellett minden körülmények között álljunk ki. Vértelen mártíromsága révén a boldogok közé sorolhatjuk, ezért imádkozzunk mindannyian.